Augusztus 1-től megszűnt a kiszállított ételek és italokra vonatkozó kedvezmény. Tavaly november óta élhettek az engedménnyel a vendéglátó vállalkozások. A kiszállított ételek és italok áfa kulcsa a kormány döntése alapján 27%-ról 5%-ra csökkent, hogy ezzel is enyhítsék a járvány okozta kedvezőtlen hatásokat. Ebben a szekszárdi étteremben a vezetőség úgy döntött, hogy bár a bevételeik felét az ételkiszállításból nyerik, ennek ellenére nem emelnek árat. Az üzletvezető elmondta azt is, hogy többek között a járványhelyzet miatt sokkal többen élnek a házhoz szállítás lehetőségével. Hát segítség volt nyilván, hogy minden csak ugye az 5%-kal dolgoztunk, de most hiába lesz az az áfa emelés, mi akkor sem fogunk emelni árat, mert nem tudjunk ide-oda ugrálni, hogy egyszer 5%, akkor vegyünk vissza az árakból, most 27%, akkor növeljünk, tehát az árak nálunk változatlanok lesznek. Annyi, hogy készülünk egy új étlappal, ahol bővült a választék és a kínálat is. Nyilván ott lesz egy minimális áremelés, ami egy 2-3-4 évente szokott nálunk megtörténni, ez most pont most lesz esedékes, de maga a 27%-os emelés miatt nálunk nem lesz, csak azért áremelés a kiszállításnál. Sokkal jobban megy, mint előtte egyébként. Nyilván most, hogy már be lehet ülni, tehát egyelőre szabad a mozgás mindenkinek, így egy valamennyire visszaesett, de sokkal jobb a kiszállítás, mint előtte volt. Bonyhádon már a napi menü kiszállítására készülnek. Itt naponta 30-40 címre szállítanak ki több adag ételt, és emellett plusz rendeléseket is felvesznek. Bea Gábor, az étterem tulajdonosa azt mondja, hátrányosan érintette őket az áfa emelés, de egyelőre nem változtat az árain. Gondolkodom pici emelésbe, de nem nagyon merek. Félek attól, hogy annyira visszaesik a forgalom egy kicsi emeléstől, úgyhogy egyelőre lenyeljük. Maximum abban gondolkodunk, hogy egy kicsi csomagolóanyag áremelést esetleg. De áremelést nem merünk. Tehát magyarul megpróbáljuk benyelni ezt az áfa emelést valahogy. Működik, igen. Van kereslet, hál' Istennek, nem esett vissza. Sőt, még majdnem, hogy a házhoz szállítás kompenzálta az elmaradt benti bevételeket. Nem egészen sajnos, de egy részét mondjuk úgy. Tehát akkora visszaesés nem volt, mint amekkora várható lett volna a pandémia miatt. Hál' Istennek az embereknek van pénzük, de mondom, nagyon veszélyes fegyver az áremelés, mert lehet, hogy fordítva sül el. Mi jönnek? Most már nem látom rajtuk. Az első hetekben, hónapokban úgy volt, hogy hú, milyen maszk kell, hova lehet. Ugye még csak a terasz volt, akkor bent kellett a maszk, kint nem kellett a maszk, tehát hogy esetleg a toalettre elmentek, akkor ugye maszkot húzni, akkor még ugye kötelező volt a kézfertőtlenítő, meg minden. Most azóta már annyit változott, hogy most már semmi nem kötelező, úgyhogy mindenki nyugodtan. Jóval nyugodtabban, most már nem látom a feszültséget, az első hetekben volt csak igazából. Azóta úgy látom a bizalmat, meg hát azért igyekszünk mi is mindenféle törvényt, meg szabályt eddig is betartottunk, tehát azért a higiéniára eddig is nagyon figyeltünk, most meg duplán figyelünk rá. A tulajdonost azt mondja, a napi menü kiszállításából származik nagyobb bevétele. Pizzából van olyan, hogy 30 darab egy nap, van olyan, hogy nagyobb rendelésnél akár 50-60 darabot is kiszállítunk naponta. Menő az, ami igazából a húzós tétel, abból főleg az éthordósok azok, amik viszik a prímet, abból szerencsére most már van ilyen körülbelül a 25-30 címünk, ami állandó, amire azért lehet építeni, egy nagyon jó alap minden napnak. Tehát most 5% vagy 25% az áfája, az gyakorlatilag a vendéget nem érintette, az nekünk csak az adózási szempontokból volt az, hogy most az a 27%-os dolgokból többet adóztunk, az 5%-osból kevesebbet, de ezt igazából a vendég nem látja, tehát most, hogyha ő elvitt erre kérte a kaját, ugyanannyi volt az ára, vagy ha a kiszállítása, az régebben is úgy csináltuk, meg most is, meg a helyben fogyasztja, tehát az árban nem tettünk különbséget az áfatartalom miatt. A tulajdonos szerint egy ideig ez tartható lesz, de a nyersanyagok árainak növekedése miatt neki is emelni kell majd.